Hello, sziasztok! Ez itt a Random Google Play Game új része, amelyben az Earn to Die második epizódját fogjuk megnézni, átnézni, belenézni, stb. Annyit el kell, hogy mondjam, hogy ez sajnos nem az a játék, amit először mindentek el, már csak azért is nem, mert az előző videó körülbelül 17.-18. percénél egyszerűen megállt a videó rögzítő alkalmazás, és FUCK nagybetűvel nagyon. Szóval, amit akkor tudni kell a játékról. Nagyon tetszik a kezdőképernyő. Miért? Mert van ez az autó, úgy látszik, hogy föl lehet szerelni mindenfélevel, és valószínűleg zombikat kell nyírni, legalábbis én az előzőleg ezt, amit nagyjából elmondtam róla. Menjünk is a play gombra, menjünk a sztorira. Bejön egy kis videó, ahol igazából itt egy város látunk. Most így hirtelen. Valaki fut, meg egy zombi az, ami itt csúszkál mögötte. És igen, ilyen csúnya zombik jönnek, és stb. Én át is lépem ezt a videót, előzőleg sem néztem, mert csak annyit mondtam, hogy nem érdekel engem. Itt egy feltetően észak-amerikai térkép, és valahonnan valahova kell eljutni. Az első nap, be is mehetünk a garázsba, és igen, egy autó az, amit nekünk föl kell turbózni, és ezzel kell menni. Később lehet több különböző autót is beszerezni, mint látszik, lehet rendőrautót, valami Ferrari, vagy mi ez, mindenféle terepjáró, tűzoltóautót, és itt a végén, na ez fog nekem kelleni, ezzel gondolom mindenki rágyalognak, mint az állat, tippak. Tip-top. Most viszont amit tudunk, az, hogy van ez a buggy, ez a minikocsi, lehet mindenfélevel upgrade-elni, én veszek is hozzá egy kis fuel tankot, és mehet is maga a játék. A Climb Hill Racingre hasonlít egyébként a játék, annyi, hogy abban nincsenek zombik, meg stb. Amiket le kell zúzni. De a Fenyő azt bemutatta már, illetve elég sokat játszik vele, úgyhogy be fogom ide a hozzászólásba tenni egy videóját, és akkor megnézhetek, mi az a Climb Hill Racing második része. Egyébként azt hiszem Fenyci néven van, úgyhogy ott tudjátok nyomni. Ezzel a jobb oldali gombbal kell a gázt, a bal oldali gombbal lehet emelni a kocsi hátulját, a jobb oldalival a kocsi elejét, és írtsuk ezeket a zombikat. Ez az! Gyerünk ezerrel! Csak menni kell, mint az állat, menni. Jönnek a zombik, le kell ezeket zúzni. Még elég jól széthullanak, át lehet menni. Egyébként nekem így tetszik a egyszerűsége miatt a játék, illetve hát... így nekem grafikailag is azt mondja, hogy teljesen megfelelő. Ezen a képernyőn most láthatjuk azt, hogy az első nap, amit történt itt, kifogytuk a benzinből, elmentünk, 573 lába, 13 zombit nyírtunk ki, 17,5 mérföld per óra volt a átlagos sebességünk, és 29 dodo az, amit kaptunk most. Mehetünk vissza a garázsba, ahol ezt el is követhetjük upgrade-re. Lehet venni egyből motor upgrade-et, amitől jobban fogunk gyorsítani. És mehetünk is, egyből az autó látszik is, hogy ho-ho-ho, hát eléggé megtáltasodott, és... Doboz írtás, zombi írtás, gyerünk! Dir, ez tuti fight, haver. Hey, ott maradt ez a buksa, vagy mi? Na jó, azt hittem, ez a csajszi ott maradt. És akkor saját, ugye látszik, hogy tovább is jutottunk, mint az előbb, itt van ilyen giga zombi. Na most, ott mutatja ez a piros szakasz, hogy előbb korábban meddig értünk, és most meddig. Plusz 142 láb. Plusz 6 zombi, plusz 2,2 mérföld per óra, és 41 dodót kaptunk érte. Lehet egyből másik upgrade-et nyomni, méghozzá a váltót lehet upgrade-elni, most nem upgrade-elem, hanem megy a következő nap. És igazából itt nem is kell annyira odafigyelni, csak nyomni a gázt. Gyerünk! Lehet, hogy az egyszerűsége miatt tetszik, de... igen. Szóval ez a játék tetszik, nem úgy, mint a csöves a tegnapi, vagy tegnap előtti, hogy nincs történet, egy tök jó játék lenne, de nincs, nem. Ez egy jó játék, komolyan erre azt mondom, hogy egyszerű, mindenki tudja játszani. Szerintem azt fogom mondani, hogy fenyegek és próbálják és tegyen róla fel a videót. Tir, ugyanennyi zombit jutottunk el, egy-egyből ugyanodáig jutottunk el, csak kaptunk érte Dellát. Úgyhogy ebből a Dellából most szépen veszünk még, mit kell vennünk? Benzint veszünk, vagy benzintankot upgrade-elünk. És akkor itt távolabb fogunk már elmenni, ugyanolyan erővel, mint az előbb. A mutatja egyébként lenne az órán, hogy 20-valahány mérföld per óra a sebesség, amivel megyünk. Nem valami giga gyors ez a jármű, de nem is ez a lényeg ebben az esetben. Még
De hamarosan majd tuningoljuk, és akkor látni fogjátok, hogy... Hogy megy, megy, mint az állat. Sőt, jobban is tud menni, mint gondolnátok. De most először is ez a zombi írtás, ez itt megy, 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 és... Autofuel, dír. Ennyi. Mégis nem jutottunk. Közel 51 dodo. Na, és akkor most megvesszük az egyik legjobb kiegészítőt. A ventilátort. Ventilátor, hahaha. Mondhatni nitro, az a lényeg, hogy... Meg is mutatom egy pillanat alatt itt az elején, hogy hogyan működik. Látod ezt a rakétát itt jobb oldalt? Meg kell nyomni, figyeld! Ennyi volt. Na, szóval ez, amit mindjárt ki fogunk még próbálni egy kicsit nagyobb tűzerővel, gőzerővel, már csak azért is, mert ilyen emelkedőknél ezt a nitrót elég jól lehet használni, vagy ezt a ventilátort, ahogy én annak nevezem. De most gyorsan, gyorsan, megyünk, megyünk, lezúzunk még mindent, ami itt van. Úgyis azt hiszem, ide jutunk el ennyi benzinnel. Vettünk még benzintankot? Mi? Ja nem, a nitró miatt jutottunk át tovább, azért volt furcsa, valami gyanús. 57 dollár, még lehet nitrót venni, hajjaj! Lehet upgrade-elni valamit más, nem? Menjünk tovább, most egy kicsit simán megyünk, és akkor majd egy olyan helyen használjuk el ezt a nitrót, ahol van valami jó kis emelkedő. Mert lehet elég jókat alkotni, mondjuk itt el is toljuk. Most teljesen más helyen vagyunk egyébként, ugye, mint az előbb. Mármint a fönti részre sikerült eljutnunk. Még egy kis van nitró. Még ide is tolunk egy kis nitrót. Na, azért jóval tovább jutottunk már, mint az előbb, ez itt látszik is. Na, gyerünk! Gyerünk, ott van még az 1-2, ez az! Na hát sokkal tovább jutottunk, bár füstöl az autó, lehet, hogy kellene valami armort is venni. 66 dodó, hoppá, ebből már biztos lehet a garázsba egy csomó mindent beszerezni. Hát, itt minden van, minden. Megint van nitró. Na jó, lehet még ez a nitró. Na és ezt figyeljétek, ez lesz itt a király dolog. Nem itt az elején. Mindjárt keresünk egy emelkedőt, és akkor megy a nitró. Olyan repülés lesz itt, egyből a izé legjobb érzetes lesz. Ez volt a nitro, de akkor ezek szerint máshol kell alkalmazni, mert az itt még nem jó. Lehet, hogy azt kéne, hogy elmenni idáig, és akkor itt kilövetni magam az űrbe. Na biztos, hogy mondjuk még veszek egy-két nitrót, meg egy-két ilyen hip-hop, ezt, na mit, mi a? Na veszek egy-két nitrót, meg egy-két extrát, és akkor tudom még. Még királyabb lesz, tehát most pár méterre jutottunk tovább. Ugyanint kaptunk érte, az elején kár volt elszórni a nitrót. Veszünk simán csak, hogy alapban is gyorsabb legyen az autónk. És akkor... Ajajaj, azért megtáltasodott, tényleg azért megy ez így. Elég jól, domozokat is át kell pöccinteni. Pikpak alatt itt ellövünk egy kicsit, és fönt menjünk. Ez egy kicsit jobb helynek tűnik nekem, mint a lenti, nincsen ennyi. Ellendoboz. Ide is bedobunk egy kis nitrót. Ide is tolunk még egyet. Na itt a nitrónak már vége, de azért jóval tovább jutottunk, mint az előbb. Főleg, hogyha ezeken a dobozokon is át fogunk menni. Ó, van itt még, kit lehet gyilkolni. Ajajaj. Hú, de már rég a kocsink. Azt mondja, hogy leégett a motor. Pedig tovább jutottunk. Na, hát... armort kell vennünk. Supportáljuk. Oké, később meg fogjuk csinálni. Veszünk egy kis armort, 27. És már mehet is a játék. Gyerünk. Van ilyen daráló a kocsi. Kocsi elején! Bedarálta az izéket. Zombályokat. Gyerünk, ez így király. Mi ez? Hé, megakadt a játék! Nem bírtam nitrózni. Nitró! Mi van? Mi ez? Van probléma van a... anyaggal, mert akad a játék. Na most megint egy másik helyre jutottunk, itt lent mentünk át, mindjárt látjuk, hogy itt mit tudunk még csinálni. Ez biztos, hogy az autó az már...
szerintem jobb állapotban van az előbb. Itt már füstöltem, minden baja volt, nem? Nem jutottunk el addig? Hát mi van itt? Mi van itt? Most mi legyen? Uelt vegyünk, vagy... Nem is tudom. Maximus, nem. Nem. Így van. Gyorsítás, ennyi, kész. Ennek a játéknak ennyi lesz a lényege, hogy menni kell. És bocs, ez nem egy rövid bemutató az, amit úgy látszik, most össze fogok ezzel hozni, mert ez a játék tetszik, úgyhogy még egy-két, még ezt az első napot végig tudom csinálni. Már csak azért is, mert most kérdezik, mi fog itt történni, hogy annyi lesz, hogy kapok egy új autót, és akkor így, valami fadrab is elrepül. Na, a busznak vége, úgyhogy most már csak simán saját magunkból hihetünk. Na, gyerünk! Aztán nehogy elfogjon a benzin. Ne fogjon! Nem, én ezt nem hiszem el. Kevés. Benzint kéne venni, de nem akarok benzint venni. Benzintankot, na jó, benzintankot. És még mindig egy csomó van. Lenne én double reward, lehet dupla pénzt kapni, ha betöltenem a videó, de próbáltam többször is, és nem akart az előbb ilyenben. Na nézzük, akkor most azt mondjuk, hogy több benzinünk van, ugye? Meg is fogjuk nézni, nyomjuk egy kis turbót, átrepüljünk mindent. Gyerünk, sárcok, gyerünk, turbó! Díí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 
Na, kifogytunk a turbóból, de sima fuelből van még. Na, most már tovább jutottunk, mint az előbb, sőt, sokkal tovább jutottam már, mint az előző játékomban, amit sajnos nem sikerült. Elmentem, nem? 96 dodot kaptam. Na, ez kemény. Na, mi legyen, mi legyen? Akkor ez a súly, ez mit is csinál? Segít áttörni a dolgokat? Jól értem? Vagy nem értem jól? De már ilyen királyok vagyunk, akkor... Hegyre is gyorsabban fog menni. Mindenhogyan gyorsabban fog menni. Na, ja, hogy... tüskés lett a kerék. Figyeled! Hát itt darálás lesz. Egyszerűbben törjük át a cuccokat. Zombikat is jobban gyilkoljuk. Mindenen gyorsabban megyünk. Akkor sokkal tovább fogunk szerintem menni, mint ez a kizárás alapon. Na, a boost az kifogyott, viszont fuelből biztos akad. Simán, idáig simán eljutottunk, ez nagyon király, mert ezelőbb ez lett a vége. Na és mindjárt a benzinkútnál vagyunk a fönti pöttyék szerint. Hopp, 12. napon majdnem végigjutottunk. Ide kell még valami upgrade. Mi legyen? Maximum speed vagy boost? Boost. Hát mi más? Ha-ha-ha! Csak nézd, néha ránézegetek, hogy megy a videó, azért villanít benne a tetején. Na! Sok szerencsét, srácok! Megnézzük, hogy el tudunk-e jutni addig, amíg az előbb. Reméljük, hogy nagy sikerrel tovább fogunk húzni az összes ilyen kis apróságon. Már csak azért is, mert örülnék neki, hogyha... ha sikerülne eljutni valameddig végre valami jó normális játékban. Nem csak a hülyeséget hallgatjátok, de mondjuk azt is persze, de ez olyan elég idézőjelben nézhető videónak mondható már a korábbiakhoz képest. Na, mondjuk nem az a lényeg, hogy valaki azt élvezi, hogy normálisan beszélek, de ez már teljesen mindegy, és kilőjük!
Na nyerünk, gyerünk, dang, daráljuk a zombikat. Na? Out of fuel, és hol a... Én ezt nem hiszem el. Adjatok nekem. Most komolyan. Na jó, veszünk egy... még egy izét. Tankot, és most már biztosan el kell, hogy érjünk odáig. Hát ezt ledaráltuk gyorsan. Ez gyors játék volt, ennyi volt. Ennyi, nem tudunk mit csinálni, felborult az autó. Felborult az autó. Vége. Kérem szépen az elejétől. Újra, megyünk. Csak sima dará lesz most. Eldarálunk egy-két zombit. De hallani a fűrész hangját. Hogy bedarálja a zombikat. Van, miért van olyan érzésem, hogy most nem fogunk odáig eljutni? Egy kicsit... Mintha nem olyan gördülékenyen menne a dolog, mint eddig. Most ez mi? Nem már! Hát vele addig nem fogunk eljutni, úgyhogy még plusz fuel tankunk is van, mert ez itt valami elbénáztunk az elején. Mi ez? Mondjuk, fizikai egyébként tök jó játék, azt tudom mondani, hogy itt repülnek a zombik, a dobozok, vagy mindenféle. Azt kell, hogy... nem jutunk el odáig, hihetetlen. Akkor megint kell valamit venni. Mit kell venni? Jó, maximum speedet megint, persze. Mindig már nem lehet már mit csinálni, komolyan. Egyre jobbak vagyunk, és mégse sikerül, addig eljutunk. Kell nyomni egy kis nyírbót, itt fönn megyünk, igen. Itt darálunk. Dir, mindenkit ezt a nagy lövöldöző zombit is. Elrepült a feje valakinek! Darabolás! Hogy száll mindenki szét? Ennyi haverok, most biztos sikerülni fog minden, ami előbb nem. Na, buszból kifogytunk, de nem érdekel, itt még van lehetőség. Na, tovább jutottunk már, mint az előbb, de itt van még, kicsit kéne még. Gyerünk! Ezen kell túlmenni, itt volt az előbb a vége, és... eljutottuk a benzinkútig! Checkpoint! A király, akkor valószínűleg innen fogjuk folytatni a játékot. Most még megnézem, de csak azért, hogy... igen. És a térképen is látszik, hogy előrébb mentünk. Nem is lehet, 17. nap. Játék elmentve. És meddig kell eljutni? Mi a határidő? Visszalépünk egy kicsit a főmenübe, hát itt van valami info. Nincs, az a story mode, de ez jó. Lényegében 17. nap, oké. Bemegyünk a garázsba, mert kaptunk egy csomó pénzt, gyorsan veszünk valami finomságot. Mit vegyünk? Veszünk még ilyen... lehet majd fegyvert venni. Hú, ez milyen lesz? Az kemény. Tudjátok mi? Én most veszek egy kis piros paprikát még erre az autóra. Már csak azért is, mert jó lesz ez, hogy itt beturbózunk. És turbóval indulunk, és ennyi lesz a játék egyébként, úgyhogy amit most láttok, ez a... Na, vissza fog állni, nem mondod? Ennyi lényegében a játék, Earn to Die 2. Gyilkolj és pusztíts, mint az állat. De elég komoly. Így. Most ez a másik... atomrobbanás. Milyen szuper zombi volt ez itt. Nekem futott, mint az állat. El lehet veszteni a cuccokat. Milyen király már. Hát, az nagyon beteg dolog. Elég sokáig eljutottunk. Pálya harmadáig eljutottunk először. Mi ez? Nyomunk még nyomunk boostot. Hát nem tudok egyszerűen betelni ezzel a játékkal. Kicsit elindulok, és mindjárt, amikor lehet, akkor itt nyomok egy kilövést. Na, megint itt vagyunk, ez nem igaz. Fölössze akarok állni. Ne!
Akkor még egyszer újra fogjuk kezdeni, nem szabad boostolni az elején. Nem szabad boostolni, tényleg. 72 nem lehet semmit upgrade-en, csak simán. Nagypapa módjával végig kell röfögni. Így idáig, ugye? És most lehet a boostot nyomni, biztos, hogy... Boost kell, gyerünk, gyerünk, pusztíts, öld meg minden. Ennyi, kifogytunk, robbanás, itt jön a futózom, bűn. Itt lesz valami cső, ezen át kell ugratni, az előbb úgy volt, ugye? Ah, na, király, biztos megúsztunk egy csomó mindent, ami ugye lent várt minket. Ugyanaddig jutottunk. Na jó, gyerekek, kösz, hogy engem néztetek. Én fogok ezzel még szerintem játszani egy kicsit, mert ez nekem most nagyon tetszik. Úgyhogy a Random Google Play sorozat egy jó játékhoz érkezett. Egy olyanhoz, amire azt tudom mondani, hogy ajánlom, komolyan. Ebből lehet, hogy fogok valami szöszmötelést is írni, mert ez nekem úgy tetszett. Fenyő Gergőt be fogom tegelni, hogy próbálja ki. Mindenképpen a Climb Hill Racing linkjét megtaláljátok a leírásba. És ha tetszett ez a kis magyarázat, vagy valami, akkor iratkozz fel a csatornámra, esetleg kommentelj, hogy mutasson be az első részét, nem tudom milyen lehet, hogyha ez a kettő ilyen jól sikerült, nem tudom, komolyan lehet, hogy még erre is lesz példa, hogy bemutatom azt is. Köszönöm szépen akkor, hogy figyeltetek, és most nekiállok, és gyúrok erre a szép járgányra. Na csá, sziasztok!